Az első ábrán egy pre-early Bronze Age populációt látunk Belső-Ázsia területéről, ahol gyakorlatilag 0-60%-ig terjed alulról fölfelé, ugye az első oszlopról beszélünk, az R1b haplocsoport, tehát tetemes. Ez az afalaszjevó kultúrához hozható kapcsolatban az afalaszjevó kultúra emberei pedig a Jamnaja kultúrától származnak. Képeken látható teljesen európid Jamnaja kultúrától származnak. A Jamnaja kultúra vagy Kurgán kultúra hoz köthetők a halomsirok, a kőbálványok, kőbabák, lovak, lovaglás kultúrája. Azt megelőzően még a botai kultúra szintén ide kapcsolódik ehhez a csoporthoz, illetve a majkop kultúra nevét érdemes e találni, de itt ebben az esetben az Afanasyevóról van szó. Többek között ugye az én őseim is ide tartoznak, aztán az N haplocsoport 20%-ban képviselteti magát, hát ez egy észak eurázsi haplocsoport, ami valójában ugye eh, Kelet-Ázsia délebi részeiről szivárog északra és onnan nyugat felé. Hát ennek sok eh, almutációja van, egyes almutációja szibériai népekre jellemzőek, vagy finnugor népekre jellemzőek, de van olyan, ami a búrjátok között fordul elő, sőt, türk népeknél is. Tehát itt ebből megmondani, hogy ez most mit takar, hát ezeket, ezeket a szibériai jellegű, szibirid jellegű népeket. Aztán ott a J1 a hapló csoport, ami azért nagyon érdekes, mert ez inkább a közel-kelet irányába mutat, illetve egy ilyen Dagesztáni előfordulása is van ennek, Sőt, ugye Nagy-Britanniában ez a szarmaták öröksége lenne, a jazik szarmatáké, és a szarmatáknál is megvolt ez a hapla csoport. Úgyhogy a közel-keletnek, közel-kelet kaukázus, kaszpi, nyugati partvidéknek a rendkívül korai eljutása belső Ázsiába, az megtörtént, szintén 20%-os arányban. A következő oszlopban szintén alulról haladva, a középső bronzkor állapotát látjuk, ott teljesen eltűnik ez az e 1 b haplocsoport, vagy legalábbis a rendelkezésünkre álló leletek között nem volt kimutatva. Viszont megjelent az r a haplocsoport, ami, hát már mondott, szintén a keleti ágra kell itt gondolni. Az r a haplocsoportnak, van egy nyugatról keletre történő áramlás, amit archeogenetikával tudunk igazolni. Ez amikor a zsinordíszes kultúra, vagy Carderware kultúra, mai észtországi előfordulása, kelet felé ugye a Szintastává, Poltavka, Potapovka, stb. Abasevó egyéb más néven nevezett kultúrák révén eljut egészen az urán keleti lábaihoz, és hát úgy látszik, hogy onnan már a középső bronzkor folyamán megjelenik. Hát ez az én a szintasta kultúrának a megjelenését látom egyértelműen a későbbi humbirodalom, ázsai humildalom területén. Aztán ott a Q1, a hapla csoport, Széke, székeknél is előfordul ennek járulékos mutációja az európai hunoknál, tehát itt ez egy ilyen altai jellegű népességre utal, a távoli rokonai az amerikai indiánoknak, úgyhogy eléggé tetemes, hogy az alatt azt olyan majdnem 10%-os előfordulásra mérjük, hát akkor ezt a Q1-at az előzőekben taglalt 60%-os L1B-hez lehetne hasonlítani, tehát abszolút domináns. Az NO1 hapló csoport, megint csak ilyen szibériai, vagy az N1C is, szibériai, uráli jellegű népekre utal. Az NO1 az, az tényleg ilyen nagyon ősi ázsiai marker, mert például az ó ami amivel elágazik, az maga a japánokra jellemző. Tehát az már ilyen e, egészen. Hát ez egy nagyon ősi, közös őse gyakorlatilag a zenés és az ó-áplacsoportok. A zenét szét, ugye mondtuk az előbb, szintén ilyen szibériai uráli jellegű népekre jellemző. A maga több mint 10%-ával a jé egy az lecsökkent, de megjelent a jé egy a mellett, a G2A hapla csoport, ami a kaukázus vidékére jellemző. Aztán ugrunk a vaskorba, kora vaskorba, ott megnő az eredja több mint 50, illetve több mint 30 a Q1-a dominanciája marad, és a Q1-B megjelenik, ami megint csak ilyen alta jellegű népesség jelenlétére utal. És aztán jön a Siungnu időszak, a tulajdonképpeni ázsiai hung-birodalmi időszaka, újra felbukkan csekély mértékben az r mint b mint örökség, az r a -ja, mint szintasta örökség. Szintastával kapcsolatban mindig elmondanak egy érdekességet, van egy anyai ági előfordulása is. Az N hapló csoport, ugye ott szerepel a másik oldalon vannak a mitokondiális DNS markerek, és ott az N9, ami gyakorlatilag egy kőkori anatóliai és európai fölnőves csoport keletre állomásáról szól. Bronzkorban ugye szintasta, vaskorban Siungnu és kivel tér vissza a karosi kettes temető 60-as személyével, férfiával, ugye anyai ágon, de ez csak mint érdekeség, mondtam. Az R1 az ez egy nagyon ősi, közös őse, ugye az R1B-nek nek 1 R1 ugye szintén itt a közép részeken gyakori, aztán ott van a q 1 a -ja lecsökkenve, tehát ahogy színesedik, úgy a domináns visszacsökken. Fölötte az O2, az abszolút ilyen mongoloid, Jakcsikra, korályokra jellemző, fölötte az előbb említett Enno, arról már volt szó, az n 1 1 ezek mind ilyen szibériai jellegű. Aztán J2A megjelenik, J2A kurdokra, cserkeszekre, e, tehát Subartu e, területére, termékeny félhold területére jellemző, aztán a J1-et már taglaltuk, megjelenik az ősi J1, az E1B, ez azért nagyon érdekes, mert ezt a Apla csoportot ugye balkáninak is szokták nevezni, meg észak-afrikainak, de elterjed Nyugat-Ázsia irányában is, és például a Volgakáma vidéken előfordul Szubartuba, tehát ahol a magyarok elődei is megfordultak, és úgy látszik, hogy ez már a humbirodalomban is előfordult, ami számomra az egy meglepetés volt, úgyhogy ez is egy eléggé kozmopolita marker. A CT az a mongolidokra jellemző, a CT fölött pedig a C2B szintén, tehát itt a mongoloknak a őseivel van dolgunk. Aztán az r megnövekszik a korai középkor folyamán, a Sziunu után jön a korai középkor. Hát ugye Sziunut követi a Zsuan aztán a Göktürk, majd végül a késő középkorban a mongol-kor. Hát ez a korai középkori időszak, ez a aval és türk időszak, itt az e 1 b megnő. Újra, az e 1 a -ja még mindig ott van, ugyanaz a q 1 -ja, amiről beszéltünk, L1-C, J2, J1-A, 2 a -ja, c C2 -E, C2-B, ezeket újra nem fogom ismertetni. És a késő középkor, medieval, r 1 -ja, 1 b vagy R1-B, -R1 -ja, alul haladva, Megint az R, egy nagyon ősi haplocsoport, mint a Málta fiú, rendelkezett ezzel, tehát ennek egy ilyen ONE előzménye van, tehát Ancient North Eurasians, Eurasians, aztán a Q1-a, O2-a, megint múlt, már említve NEC-en egy J2, a J, ez megint egy ősi haplocsoport, ami J1 és J2-vé válik, annál mutálódik, a d 1 -ja az ázsiai, tehát mongolidokra jellemző, a D is, a CT és a C2B is. Tehát jól látni, hogy ezen a területen is a korai bronzkor folyamán dominált az európai drasz, mert a j 1 ahhoz is azt kell kötni, meg az r 1 is azt kell kötni, hogy a legelső oszlop, és az a N köthető a mongoli draszhoz, vagy a szibilidekhez, ilyen paleoszibilidekre kell gondolni, úgyhogy az eléggé csekély 20% volt. És aztán a következő időszakban, a közép középső bronzkorban már ez a Q1-a -ja, igencsak megnőtt Egyébként az Andronovonál még, az andronov kultúránál, de az ennél nyugatabbra van, az közép kultúra volt, nem belső-ázsiai, a kettő nem keverjük. A mai Kazaksztán területén, az Andronovó és a mai Mongólia, és annak járulékos környezetében volt a Siunnu. Uh, ott még csak úgy néz ki, hogy minden, 10 emberből mondjuk 9 eredja, keleti eredja természetesen, és egy kú. Aztán úgy látszik, hogy ettől keletebbre már az eredja a picike, és a Q a tetemes ebben az időszakban természetesen. A Sziungnő pedig már egy egészen vegyes vágott képet mutat. Nagyon, ami érdekesség mindenféleképpen ez a közelkeleti kaukázusi jelenlét ebben a térségben. Ugye ez köthető egyébként Iránhoz is, nem kell feltétlenül a... Mert a, Kaukázos kaukázus közelkelet Irán az egység. És ugye itt a baktriai elemekkel is számolunk, természetesen a klasszikus baktriaiakkal, akik szintén alkotó elemei a szimnum aztán ugye a szintasták, nagyon érdekesek ez a már említett népesség, de mellettük a különböző később ilyen előszkíták, vagy klasszikus szaka, pazirik, tagár, egyéb más kultúrák jelenléte ezen a területen. Majd később a szarmaták, alánok is képviseltetik magukat. Ezekhez kötném én a magyarokat, és nem kötném sem az altai jellegű, sem a szibériai jellegű, szibiridi jellegű, sem pedig a klasszikus ázsiai, mongolid, mongol, japán, koreai jellegű összetevőkhöz sem. Bár valaki szerint a kettő ötvözetét kell a magyarnak tekinteni, nem gondolom így. Én úgy gondolom, hogy nekünk mélyebb időkből származik az őstörténetünk, tehát mi nem belső Ázsiából indulunk. Őstörténetünket tekintve, hanem hát mezopotámia. Északi részéről, szubartuból, a népelnékezeti azáról, szóval az azt megelező időszak meg Európa az ős történetünkben. És én szerintem le van itt a klasszikus uh, szexuális markerek ismertetéssel kapcsolatban. Anyajágon nagyjából ugyanez az arány, ugye ott is a ACD, tehát ezek a mongolidokra jellemzők, aztán ugye az ABC első betű a mongolidokra jellemzők, az ABC végéről visszamenet pedig az európidokra jellemzők, és ugye itt is a nyugatról keletre vándorlásról van szó. Tehát itt a, az ázsiai térség benépesülése az nyugatról keletre történik, nyilván vannak lokális elemek, aztán megfordul egy ilyen keletről nyugatra uh, áramlás, de mi onnan indítsuk az összes amikor Sziúdot elhagyjuk, hanem az azt megelőző időszakokkal is is foglalkozni kell, például ezeknek az archeogenetikai márkereknek az elemzése révén. Köszönöm a figyelmet! thank you